Idén is megrendezik a már hagyománynak számító nagy olvasási kihívást Gyulán. A program február 21-én kezdődik, és szeptember 30-áig tart. Tavaly a járványhelyzet miatt 20 különböző kategóriában lévő könyveket kellett elolvasniuk a versenyzőknek. Ez idén 25-re módosul. A játék menete ugyanúgy zajlik, ahogyan a korábbi években. Jelentkezni életkori megkötés nélkül személyesen a könyvtárban, vagy online formában lehetséges. Egy kikötés van, hogy a versenyző legyen beiratkozva a könyvtárba, és rendelkezzen érvényes olvasójeggyel. Az értékelő lapokra rá kell kerülnie a, annak, hogy tetszett-e a könyv, vagy nem tetszett a könyv, és hogy miért, innen tudjuk azt, hogy el lett olvasva az adott könyv természetesen. Ezt a tehát ezeket az értékelő lapokat online is le lehet adni, illetve személyesen is ki lehet tölteni és le lehet adni nálunk. A témakörökről beszélnék még, tehát több évfordulót is beletettünk, Pető, Fít, Viktor, Ugót, illetve Tamási Áron is szerepelni fog. Mindezek mellett olyan kategóriák is szerepelnek, melyben egy svéd szerzőtől kell könyvet elolvasniuk a versenyzőknek. Érdekességként Bálint Kitti könyvtáros megemlítette, olyan könyv is szerepel a kategóriák között, amelyet 2022-ben adtak ki, valamint a története Gyulán jár. Nagyon ö, szeretik az olvasóink, és ragaszkodnak, és mindig jönnek, hogy kérdezik, hogy, hogy ugye lesz ö, jövőre is, mert ugye ennek ö, októberben lesz majd az eredmény hirdetése. Természetesen aki teljesíti a 25 ö, témakört, az ö, nyereményeket vihet el. Aki esetleg elakadna a választás során, bátran kérhet segítséget a könyvtárosoktól, vagy inspirációt meríthet az ajánló jegyzékből, melyet a könyvtár honlapján tekinthetnek meg az érdeklődők. A versenyeredmény hirdetésére várhatóan októberben kerül majd sor.